9-es rendőrségi furgon. Oké, vettem. Reggelt, uraim! Sajnálom, de félek, hiába jöttek ide. Mrs. Burgess ma reggel elhunyt. Igen, értem. Akkor őszinte részt vittem Mr. Burgess, de sajnos vissza kell jönnie velünk. Azért megnézném, ha lehetséges. Mi értelme? Meghalt. Látni akarom az anyámat. Megtorlás útján. Csak klubtagoknak. Én is az vagyok. Zárva vagyunk, húzz el! Egészségedre. Kösz szépen. Úgy látom, erős italra van szükséged. Mit adhatok, Szivi? Nem is tudom. Mi a legpuccosabb italatok? Ez egy kis kocsma, és nem a Ritz apukám. Az van, amit látsz. Jó, akkor adj valamit, ami majd fejbe ver, Léci. Jó. Rám bízhatod. Kiskorom óta ebben a kocsmában dolgozom. Még nem láttalak itt? Nem nagyon járok el. Fogadok, hogy a bulizás az életed, igaz? Elárulom. Volt pár jó pillanat. Tartsd meg az aprót. Köszi. Mindenki beszart. Mindenki. Még Hyde is felköltöztette az irodát az emeletre. És Lincoln azt mondta, senki sem menjen az utcára, amíg nem biztonságos. Bezártak, mert Rook képtelen volt elbánni egy késes flúgossal. Az egy kibaszott fejsze volt. És nem. Bezártak, mert egy, Stokes meghalt, és kettő, a flúgos kinyírta Rookot. Oké, mindenki sajnálja Mo, de engem meg vár az üzlet. Rook is egyetértene velem, mert hiába volt egy szadista strici. Ezzel együtt igazi profi volt. Hallottad, mi lett vele?
Biztos tudod, mi lett a kezével, mi? Mi lett? A kurva életbe. Hé, Chul! Mondd csak Elvernek, mi történt veled meg Rukka. Miért? Mit akarsz tudni? Csak mondd el, mi volt. Hát én meg Rukk. Tudod, ott álltunk a sarkon. Ott árulgattunk meg ilyenek. A szokásos keddeste. És akkor hirtelen kiszúrtuk azt a csávót, aki ott dekkolt a túloldalon. Ő meg bámult minket. Igen. Erre Rukk megfordul, azt mondja, oda megy, mert dumálna vele. Én meg nem mehettem vele. Jöttek a vevőim, meg minden. Erre azt látom, Rukk négy kézláb, és a karján támaszkodik. Akkor abban a percben leesett, hogy az a rohadt strici levágta a kezét. Igen. Nyilván rögtön odarohantam, hogy szétvágjam a fejét. Erre a szemét strici elmenekült. Persze üldözni kezdtem, de túl gyors volt. Érted? Egy kibaszott gyors drogos. És eszembe jutott, hogy Rukkot meg ott hagytam a szaros utcán. De mire visszamentem, már kurvára meghalt. Minden tiszta vér volt. Meg sem találtam a kibaszott kezét. Nincs meg. Eltűnt. Mi olyan vicces, haver? Ne is figyelj rám, öcsi. Ne figyelj rám. Ki ez a pöcs? Mert te tökös gyerek vagy, mi? Tök egyedül üldözted a másik csávót. Ez vicces. Pedig nem nézel ki tökös gyereknek. Miért? Milyen egy tökös gyerek szerinted? Hát kb. Olyan, mint én. Tudod, jó képű, érett. Hé, Bez! Ez meg ki a tököm itt? Nem tudom, nem mondta a nevét. Cliff engedte be. Azt hittem, ő is társ. Lincoln haverja vagyok. Tényleg? Ja, bizony, haver. Mi a franc lett az arcoddal? Egy dildóval harcoltál, mi? Ja, apád adta kölcsön. Akkor meg is érdemelte, mi? Nem annyira, mint te. Ahogy ezt a nagyon szép mesét előadtad. Hú, ez aztán jól beszólt neked, Chul. Te kibaszottul nem voltál ott, oké? Csak kussolj! Hé! Vegyetek vissza! Ne kelljen kidobnom titeket. Te meg ne hergeld tovább, vagy már is elhúzhatsz. Jól van, bocsánat. Bocs, srácok, sajnálom. Csak szórakoztam egy kicsit. Csak nevettem egyet. Megiszom a söröm, és már így se vagyok. Azt jól teszed? Faszfej. Ej! Mi a fasz van? Nem hallottál még errefelé Frankenstein szörnyét? Életemben nem láttam ezt a nyomit. Rohadtul emlékeznék rá. Nem olyan a képe, amit könnyű elfelejteni. Úgy látom, felbasztad. És ez mi a faszért fáj neked? Nem, igaza van. Ha Lincoln hívta meg. Jobb, ha inkább viselkedünk. Folytasd. És mit? A szaros történetet. Ja, igen, persze. Szóval mondom, ott álltam. Azzal a bazinat csomagáruval. Rukk meg ott fekszik az utcán meghalva. És akkor hallom a szirénákat. Jöttek a zsaruk, le kellett lépnem, értitek? Egy nagy szart. Te már rég elpucoltál, amikor megérkeztem. Mi van? Teligatyával szaladtál? Azt akarod, én is felszabdaljam a szaros pofát? Ó, megint kezded. Végre megtaláltad a tökeidet, kisfiú. Nem gondolod, hogy ideje elmesélni a haverjaidnak a frankót? Chul! Mi a fenéről hadovál ez? Igen, Chul. Mi a fenéről hadoválok? Gőzöm sincs, ez begolyózott, Mo, ez kibaszottul becsavarodott. Akarjátok hallani a becsavarodott mesémet? Nem nagyon, haver. Ez aztán baromira vicces volt. Előbb még megiszom a maradék söröm. Szóval ott volt az a csávó, és titeket bámult, eddig igaz. Hé, Rukk, nézd azt a csávót! Már vagy 10 perce csak bámul minket. Hé, haver, segíthetünk valamiben? Süket vagy, vagy mi? Hozzád beszélek, bazd meg, mit akarsz? Bocs, haver, tudod, hogy van? Jó, semmi baj. Kicsit drágább lett. Tessék. Tűnj már innen! Húzz el, tűnés! Azt mondtam, tűnj el, nem hallod? Hey! Faszom! Ez nem igaz. Sosem futnék el harc nélkül. Ez volt az első alkalom, ugye? Na húzz innen, nagy pofájú! Te nyírtad ki Rukkot? Igen, úgy van, haver. És most mit akartok tenni? Téged nyilván csak egy dolog érdekel. Hé, ideje lelépned. Még félig van a korsóm, Szivi. Az én kocsmám az én korsóm. Kifelé! Na gyere csak, te szemét strici! Mindenki vissza! Gyerünk! Te is menj oda! Mozogj! Aki még egyszer megmozdul, kinyírom. Esküszöm az élő istenre!
Távolabb az ajtótól! Jó van már, jó van már! Ő hol van? Hol a büdös francban? Ki? Lincoln! Mi ez az üvöltözés, ostoba nagyhangú? Gyere ide! Fordulj meg! A többiekhez. Van még más is odafent? Hé, emlékeztetsz valakire? Na jól van. De te nem lehetsz, mert ő csak sokára engedik ki, és egy kicsit nyápicap volt. A mindenit! A tékozló testvér visszatér. Hát te meg honnan másztál elő? A Belmás börtönből, mintha nem tudnád. Ki a franc az a csávó? Nos, hölgyeim, ő itt Cain Burgess. Lincoln pici öcsikéje. Szórakozol? Ez a faszfej? Nekünk melózott néhány éve, de elbaszta. És lecsukták 5 évre. 7 év lett belőle. Ezért van átszabva a képed. Apám, mintha felgyújtották volna a fejed, és ásóval oltották volna el. Nem is áll rosszul. Hé, biztos tetszett a srácoknak. Jó van. Úgy tűnik záróra van bent. Tegyél meg nekem valamit. Töss nekem még egyet abból a tökéletes csapolású nedűből. Kérlek. Így már jobb. Egyetlen egy szó. Te kis pöcs. Vigyázz a szádra, Beryl. Beryl? Úgy nézek ki, mint egy 20-as évekbeli ringyó? Bez vagyok. Jól van, legyen Bez. Lehetne a Beryl becézve, nem? Kislenként pirulós voltam. Strawberrynek hívtak. Lerövidült Beryvé. A végén Bez lett belőle. Ma már nem vagyok pirulós. Igen, azt elhisz. Vissza! Vissza! Megmondtam előre, hogy ez lesz, nem? Bassza meg! Rendben! Kicsi, látod a lábam? A mobiltelefonokat! Egytől egyik! Csináljátok, hogy ellövöm a mellettetek álló térdét! Nyomás! Rajta! A saját gondolataimat se hallom, kussolj már! Őszintén szólva, most lőtted el a lábát, nyilván fáj neki. Így már jobb. És csendesebb is. Hype? Azt mondja, ő ölte meg Rúgot. Ő volt? Hé, Tune, te kergetted el. Te felismered? Nem, csak kamuzik, Hyde. Na, mit mondasz erre, Cain? Szóval csak kamuzok, ugye? Igen. Igen? Szóval csak kamuzol. Nagyon úgy néz ki. Rúg haverotoknak volt egy jó nagy sakkfigura tetkó a kezén. Igaz? Nyisd ki! Bazd meg! Azt mondtam, nyisd ki! Én kinyitom. Nem! Nem! Neki kell kinyitni. Nyisd ki, nyomorult kis pöcs, rajta! Nyisd meg! Ez az. Azt a kibaszott életbe! Te egy beteg állat vagy! Úristen, Kai! Úgy érzem, ez tisztázza az egész kikamuzik vitánkat. Mit műveltél? Mi lenne, hogyha most pihennénk egyet? Miért nem ültök le egy kicsit? Gyerünk leülni! Tegyétek le a seggeteket, különben szétlövöm a hülye fejeteket. Leülni! Bez egy kört a fiúknak. Majd írt Hyde számlájára. Nincs itt számlája, haver. Nem tudom, hogy figyeltél rendesen eddig, de ez egy bazi nagy fegyver, és nem félek használni. Nem szívesen ábrándítalak ki, de nem először nézek farkas szemet ilyennel. Inkább gondolkodj, Bez. És hozz egy körpiát nekünk, kérlek. Igen, Bez. Hoznál valami erőset? Mondjuk tekilát, ha lehet, kérlek. Te azt iszol, amit kapsz, világos? Igen, persze, jó. Én egy tekilát kérek. Szóval... A börtön kőkemény gyilkost csinált belőled, mi? Nem, nem a börtön. Te meg a bátyám.
Akarod tudni, mit hiszek? Mindenki leül! Leülni! Legszívesebben porrá zúznám a kaponyádat. De tudod mit? Az még várhat. És én sokáig tudok várni. Vedd elő a mobilodat. Megmondod neki, hogy azonnal jöjjön ide. Azt mondod, hogy Rookról van szó, aztán le is teszed. Lincoln. Igen, én vagyok. Le kellene jönnöd a zsokéba. Van egy kis történés. Rookról van szó. Jó fiú. Hyde! Mondd, hogy ti voltatok, akik szétszabták a képét. Nem, sajnálom, öcsi. Bárcsak úgy lett volna. Azt akarod tudni, hogy szereztem a hegeket? Hogyne! Világosíts fel! Te és a bátyám is lehettetek volna, akik összevagdosták a fejemet. Hol a fenébe bujkáltál idáig, Káin? Ezer éve nem láttam. Gondoltam, jobb, ha nem mutatkozom egy ideig. Beszélnem kell a bátyámmal. Nagy üzletet hoztam neki. Hallottátok? Bizony. Adhatnátok egy italt neki. Egészen összeszedte magát. Nem ismeri a becstelenség kifejezést. Sosem adna el egy meccset. Összeszedte magát? Inkább összeszarta. Csak el kellett volna vesztened a meccset. Egy vagyont vesztettem. Tudod mit, Rook? Szerintem nem hallottad, mit mondtál rám. Elismételnéd, haver? Azt mondtam... Te buktál rajta, 5000-et bánta. Nekem meg 15000. Mit akartál mondani? Beszélhetnénk odakint. Megőrültél? Egy parti közepén tartok. Ha kérdezni akarsz valamit, kérdezd. Rendben. Van egy üzleti ajánlatom neked. Egy nagyon jó üzlet. Megbeszéltem anyával, és szerinte is csak nyerni lehet rajta. Anyával? Igen. Tudod, hogy szeretem anyánkat. Nagyon sokat jelent nekem. De mióta tett hozzá bármit is az ő üzleti éles látása ahhoz, amit én csinálok? Emlékszel Szalira az edzőteremből? Az öreg Szali? Ő is beszállna, úgyhogy tettem neki egy ajánlatot, és elfogadta. Nagyon jó üzlet, nagyon jó. Csak kezdőtőke kell, és itt jössz te a képbe. Persze kész az üzleti terve, meg minden. Ez vicces lesz. Halljuk. Káin, van néhány nagyon egyszerű szabály, amihez ragaszkodom. Ezek mindig duplán kifizetődtek. Az egyik, hogy soha ne adj kölcsön családtagnak. Figyelj, ez egy nagyon jó terv, hidd el is mondom neked most, ha akarod. Nem. Mert nem érdekel, öcsi. Mert hogy te is tudod, én pénzt adok kölcsönbe. Tudom. Tudod, mi van, ha nem tudod visszafizetni, és az egész kicseszett terved befutcsol? Mi nem akarunk vadászni rád és bántani téged. Ja, nem már, öreg. Az edzőtermek jönnek-mennek. Mitől lenne a tied annyival különlegesebb? Hát nem az üzleti érzékettől. Nehogy ezt mondd nekem, attól nem. Mert elbaszod. Mindenki ebben a szobában rád bízta a pénzét. Tudom. Mert megbíztak benned. Erre ide jössz hozzám, és azt kéred, pénzeljem a következő kis játékodat. Miért kell így beszélned velem? Ha? Megalázó. Te a bátyám vagy, és nem a szaros apám. Tudom, de te ide jöttél, hogy pénzt kérd tőle. Mit vártál? Kapd be! Káin, Káin, Káin! Gyere, ülj le! Ülj le! Te mindig annyira felbaszod magad. Túl heves vagy. Nézd, tudom, hogy mi az, amit szeretnél. Próbálsz tökös maradni, miközben tiszta marad a kezed, és ez jó. Tényleg jó dolog, és büszke vagyok rád. De hogyha azt akarod, rúgjam fel a szabályaim, és adjak pénzt. Akkor nem fogod ingyen megkapni. Jó, értékelem, de nem akarok semmi zűrös ügybe keveredni, vagy illegálisba. Ennél közelebb már pedig nem kerülhetsz ahhoz a kölcsönhöz. Vagy kell, vagy tűnés. És mi az a meló? Keresd meg Hyde-ot, majd ő elmond mindent, amit tudnod kell. És hidd el, kis semmiség. Nyugi, nem fog fájni. Eladót kérnénk a földszintre, ha lehet. Vevő érdeklődik a Jaguar után. 7000-et buktam el a meccseden. Csak nem akartam lebukni vele. Ezért aztán kiütötted.
Tudod, mi jár ezért Mexikóban annak, aki így viselkedik? Felakasztják egy híd alá, levágják a farkát és beleteszik a szájába. Azért ez így erős. Igen, az. Ők ilyen vadak, de nem ez a lényeg. Nekem fájt, és nem csak a pénz. Barátok vagyunk. Ilyen tudom. A bátyját felhív, adj neki még egy sanszot, de nem is tudom. Nézd, egyszer hibáztam, jó? Nem fog megismétlődni. A bátyám lesz rá a garancia. Rúg szerint megbízhatatlan vagy. Aha, ha ő mondja, akkor már itt sem vagyok. Jaj, ülj le, királylány, ne húzd fel magad. Nem azt mondtam, hogy nem kell lesz. Csak azt akarom, hogy tudd, tartanod kell magad a megállapodáshoz. Láttál már ilyesmit azelőtt? Kék műanyag zacskót? Láttam párat. Te aztán tájékozott vagy. Mabel Little ma délután 3-kor idejön az irodába. És el fogja vinni magával ezt itt. Te pedig hazáig követed London Fieldsig, az otthonáig. Ott elveszed tőle a csomagot, és szépen visszahozod ide nekem. Ennyi. Mi van benne? Olyan... úgy fél kilónyi, semmi között hozzá. És ha ő valamit bekavarna neked, akkor majd őt is leütöd, igaz? Ja, igen. Jó, rendben van, vidám fiú. Töröld le a kibaszott vigyort a képedről, állítsd be az órát, húzz az utca túloldalára, most tűnj el az irodámból, ja, és csukd be az ajtót. Oké, ez mind nagyon érdekes, de hová akarsz kiukadni? Mindjárt megtudod. Mert miattad és a bátyám miatt kikötöttem a börtönben, nem igaz? A Belmárs börtönben. Vagy ahogy én hívtam, a borzalmas, kibaszott patkányuk Belmársban. A legmocskosabb, legdurvább, legelátkozottabb börtönben. Igen, oda küldött az a rohadék bíró. Soha nem volt Priusom. Nem voltam bűnöző alkat. Még egy nyomorult boxmeccset sem adtam el soha, de ők bedugtak oda egy csomó kőkemény gyilkos, rabló és erőszaktevő közé. Nem hiába hívják hústarálónak. Halló. Kérj bocsánatot, Pöcs. Bocsáss meg, Pöcs. Úgy látom, szépen gyógyul az állkapcsa. Kaphatott volna rendes fogakat, ha kérte volna. Én kértem. Nem mondta, hogy kérem. Ha annyira zavarja, akkor kicseréltetheti, ha kikerül innen. Egyszerű művelet. Tudja mit? Nem érdekel. Így sokkal ijesztőbb a pofám.
Szia, anya. Üljön le. Mi lett veled? A fogait? Helyen tudom. Volt egy kis verekedés. Miért mindig veled történik? Nem az én hibám, anya. Ez egy börtön. Mire számítottál? Pont erre számítottam. Azt hittem ideben majd tanulsz valamit, hogy majd jól seggbe rúgnak itt. Megkaptam a seggberúgást, rendben, ne aggódj. Hát büszke lehetsz rá. Nem vagyok büszke. Csak aggódom, érted, fiam? Én nem tudom, mit is mondjak. Vagy tegyek. Oké. Okay. Beszéltem másik ügyvéddel. És? De nem tudom megfizetni, ahogy te sem. És Lincoln mit szól hozzá? Lincoln egy csomó mindenről nem beszél velem. Megvan a saját élete. Nem is mondott semmit rólam? Azt mondta, hogy a te hibád, hogy bajba kerültél. A kurva életbe! Ne beszélj csúnyán előttem. Én jobbnak neveltelek, mint ezek az állatok idebent. Ne alacsonyodj le hozzájuk. Nagyon sajnálom, anya. Lincolnnak saját munkája van. És akármit is mondasz róla. Nem ő ül börtönben. Nem ő miatta virrasztok az aggodalomtól. Lincolnnak ide kell jönnie, hogy beszéljen velem, érted? Meg kell mondanod, hogy jöjjön és beszéljen velem. Megmondom, fiam. Ne érintse meg. Sajnálom, anya. Nem hallottam többé Lincolnról. Egy átkozott szót sem. Magamra maradtam. Úgyhogy világossá vált, hogy csak magamra számíthatok. Ítélete szerint ön legalább részben felelős az összetűzésért, amely június 28-án történt. Ezért bűnösnek találtuk a vádpontban. Ezt én nem értem. Mit csináltam volna? Rám támadtak késekkel, önvédelem volt, ez világos. Mit kellett volna tennem? Leszúratnom magam? Hallgasson! Nem, el fogom mondani, hogy ezek teljesen rám szálltak. Helyeztessen át, de még ma! Az elzárása mostantól egy évvel meghosszabbodik. Kérem, gondolkodjon el, milyen döntéseket hoz a jövőben. Már eldöntöttem, hogy maga egy rohadt strici. Miért? Mert megvédtem a szaros életem, ezért? Maga a hülye idióta, pöcs! Magára kőzesít semmiről! Csak ül ott a kibaszott öltönyében, nyakkendőben, mi? Figyasít semmiről! De nem voltam felkészülve arra, ami velem történt ebben a pokolban. El kellett döntenem, hogy egy darabban vergődöm ki innen. Vagy nem. De most hozzám beszélsz? Most hozzám beszélsz? Dám! És akkor úgy fogom fel, mint egy mérkőzést. Ezt akarod? Dadám! Na, erről beszélek, Csicska, érted? Gyere vissza, Csicska, gyere! Olyas valakivé kellett válnom, aki már nem én voltam. Mind a kettőtöket kicsinálom, babám! Bam-babám! Igen! Ez az! Ahogy aztán teltek a hetek és a hónapok, lassan, de biztosan azzá váltam, aminek most láttok. Egy kemény, rozsdás szöggé. A testet csak egy bizonyos pontig lehet erősíteni, de az elmét tesz igazán legyőzhetetlen. Neszecsik! Ahogy a bőr a bütykeiden, az elméd is képes megkeményedni. A fájdalom tanít meg rá. Úgyhogy megtanultam elviselni. De ami még fontosabb, megtanultam kiosztani.
Értitek, mi volt a gondom? Hogy miért? Hogy miért akart az összes tríci engem kinyírni azon a helyen, értitek? Halvány fogalmam sem volt róla. Aztán egy nap... minden megvilágosodott. Akar még valaki? Valaki más? Ha? Na, hogy vagy? Hé, ez az. Be az orrodon, ki a szádon. Rendben lesz. Kis agyrázkódásod van. Ne izgulj, mindjárt itt lesznek az őrök. Nincs veled bajom, Kain, oké? Tényleg nincs? De, nincs. Akkor miért csináltad? Ha? Miért vállaltál be egy szaros koponyatörést? Remélem, megérte, haver. Nagyon is megérte. 20 lepedőért. Mi a franc? Milyen 20 lepedő? Mi a faszról beszélsz? Kitől kapsz te 20 lepedőt? Gyengvérelt fel minket. Azt hiszem, a bátyádban kell fizet. Te meg mi a francról beszélsz? A bátyám? Nem linkelek. Csak a pénzért csináltam. A bátyám rendelte meg? Azt mondod, hogy az Isten verte, bátyám rendelte? A kibaszott bátyám? Miért tette Hyde? Sajnálom, öcsik, gőzöm sincs, hogy miről beszélsz. Ne próbáld tagadni, ne is merészeld! Te meg a bátyám adtatok el, ugye? Nem igaz? Egy ilyen mocskos, összeesküvő kis rohadéktól még elfogadnám, de tőle nem fogom. Hétről hétre csak jöttek, egyik a másik után. De néha többen is egyszerre, de tudod mit? Ez sem számított. Jól van, gyertek, csak mondtam, jöjjön az összes. Gyertek és megkapjátok! Minél többen jöttek, annál erősebb lettem. Az egész életem csak a túlélésről szólt. Tudtátok, hogy egy börtönben is van napalm. Pedig van. És rohadtul éget. Mivel ezúttal is bűnösnek találtuk, az elzárása 2 évvel meghosszabbodik, és 5 hét magánzárka azonnali hatállyal. Kap be! Yeah.
tudom, van egy halott rabunk, és az ön véres ruhája. További egy évvel megtoldom az ítéletét a verekedés miatt, továbbá 6 hónap magánzárkát kap. Jó látni téged, anya. Már tudod, melyik 3 évvel hosszabb? Eljöttem, hogy lássalak. Azt mondták, magánzárkában vagy. Már nem először. Na mindegy. A bátyád szerint ez nem jó ötlet. Túl nagy stressz nekem, igaza van. Nézd meg magad. Már nem tudom, mivé váltál. Valamit tudnod kell Lincolnról, anya. De lehet, hogy nem lesz túl kellemes. Nos, előbb nekem kell mondanom valamit. Nem könnyű kimondanom, de muszáj megtennem. Rákos lettem. Már jó pár hónapja tudom, de nem akartam zavarni senkit. Kedden kezdtem a kemót. Azt mondják, elég kemény lesz, úgyhogy nem fogok tudni bejönni hozzád. Úgy sajnálom, anya. Semmit sem kell sajnálnod. A bátyád fog majd ellátni minden nap. Isten áldja meg, nem tudom, mi lenne nélküle. Minden rendben lesz. Mit akartál mondani Lincolnról? Ez nem érdekes, anya, semmi se. Mondd csak. Nem, csak... Mondjad. Örülök, hogy Lincoln törődik veled. Ez nagy megkönnyebbülés. Igen, nekem. Igen, mi nagy harcosok vagyunk a családban, igaz? Elég rád nézni. Ja, azok vagyunk. Lejárt az idő. Gyerünk, nyomás! Mi lesz? Sosem tudtam, mit csinál a hasnyálmirigy, amíg anyám rákos nem lett. Meg most sem tudom. De az anyám nagy küzdő volt. Sokkal tovább harcolt a rákkal, mint az bárki gondolta. Úgyhogy kiengedtek 5 órára, hogy láthassam. 6 fős különítményt küldtek értem, egy furgont, meg 2 kocsit. Meghalt, mielőtt odaértem. Nem tudtam. Azt tudtam, hogy beteg. Sajnálom, hogy meghalt, nagyon jó asszony volt. Hallottam, hogy valaki kinyírt pár őrt, és meglépett a kórházból, de... nem tudtam, hogy te vagy. Pedig jobb lett volna. Végül aztán hogyan léptél meg? Sajnálom anyádat. Biztos kedves asszony volt. Bárha a seggedben maradtál volna, gyakrabban is láthattad volna. Thank you.
Nem engedlek el. Bocs, haver. Te nem láttál semmit. Igaz? Szép volt. Nem néztem volna ki belőle. Már nem az a srác vagyok, akit szarban hagytál, Hyde. Nem is feltételeztem. Na jó, akkor ennyi. Pisálnom kell. Engedd be a szaros gatyádba. Mi? Hallottad? Ez barbárság. 8 korsó van bennem. Őszintén, egyikünk sem tervezte, hogy ma túsz lesz belőle. Nekem is pisálnom kell. Akkor engedjétek az üvegbe. Nem. Szarnom is kell. Pisálj egy üvegbe. Te meg szarj a gatyádba. Szerintem gondold át. Képzeld, ahogy itt dekolunk nyakig ennek a szagába. Csináljatok, amit akartok. Csak gyorsan. Hülye zombi fejű strici. Befejeztétek az önégetést! Elég! Belőled és a hülye játékodból! Ha baszakodni akarsz, akkor rajta, mert meguntam a fasságaidat! Szóval baszakodjak veled? Igen? Jó, rendben. Fordulj csak meg. Térdelj le! Rajta? Nagyon jó. Micsoda egy disznó. Mikor ide ír a bátyám, akkor kezdődik a mulatság. De előtte legyél olyan jó, és fogd be a pofát, vagy megdög lesz. Régen valahogy nem voltál ilyen kegyetlen. Vagy inkább gangster. Messzire jutottam a kék zacskó óta. Amikor elküldtél Mabel Liddell után, fogalmam sem volt róla, hogy mi vár rám. Miért kell ennyire rohannod? Hagyom a táskádat! Csak a csomag kell! Mabel Liddell. 49 éves.
Három gyerek, két unoka. Konyhai kisegítő a helyi idős otthonban. Ma kora este hunyt el, miközben a sérüléseivel operálták. Nem az én hibám. Ellopta a táskáját. Magát üldözte, mikor elütötték. Ez gondatlanságból elkövetett emberölés. Ez meg a rablás börtönt jelent magának, Cain, de minket nem is ez érdekelne. Ismeri a kakukk kifejezést? Kakukk? Az egy madár, amely nem rak fészket, hanem más madarakhoz fészkel. Ja, igen, persze, a kakukk. Semmit sem mond a világon. Nos, a maga bátyja a legnagyobb uzsorás és profi kakukk a városban. Az elmúlt három évben a bátyja áldozataival dolgoztunk. Mabel Little nem működött együtt, de mi azért figyeltük őt. Ez azt jelenti, hogy magának annyi, igaz, fiam? Ügyvédet akarok. Szigorítottban vagy, fiam. Nem lesz semmiféle ügyvéd. Az egyik családtaggal kezdik. Fekete bárány, idióta öcs. Érti, mint maga. Lincoln, Hyde és a többi nehéz fiú, akit ismerünk, egy szép nap ellátogat a családhoz. És azt mondják, nos, XY tartozik nekünk. És ezért meg kell büntetnünk. De ha elvégeznek egy kis feladatot, elengedjük. A család túl boldog, hogy tiltakozzon. Kapnak egy kis csomagot. Azt mondják, valami drog van benne, vagy pénz is, hogy vigyék el erre vagy arra a címre. Csak azt nem mondják el, hogy ráküldenek egy másik semmire kellőt, hogy lopja meg őket. Aztán kiderül, hogy őrületesen nagy összeg van a zacskóban. És itt következik a játékban a csapda. A bandatagok többet akarnak, úgyhogy megjelennek a házban. Ha? A részüket akarják. Valami csekket, vagy a készpénzt. Elveszik az autót. Beköltöznek a házba, onnan intézik az ügyeiket, és a kocsival intézik a behajtásokat. Egészen addig, míg tönkre nem vágják a házat, akkor átköltöznek máshová. A maga bátyja ezt műveli. Hyde is ezt műveli. És maga is. Egy nagy szart. Sejtem már, miért beszél nekem erről. Albert Mitchell, Pete Singlehurst, James Webb, Eric Goodley, Sandy Park, Miriam Silverman és most Mabel Little. És még további 150 család. Gyerekek lettek árvák, a bátyja istenverte biznisze miatt, úgyhogy most jól figyeljen. És azt ajánlom, hogy figyelmesen hallgasson meg. Az emberölés és a rablás a legkisebb baja most, fiam. Ez bűnszövetkezetben való részesség. Nekem kell egy kibaszott ügyvéd. Hall engem, ügyvéd kell. Semmit sem tudok erről a szarról. Mi van a jogaimmal? Joga van feladni a bátyját, fiam. Erre van joga egyedül. Ez a hálózat összeomlik a bátya nélkül. És nem kerül száz valamennyi másik balek életébe. Rajta, fiam. Adja fel a bátyját. Akkor már most végezhetünk is. És mi van, ha téved? Mi van akkor? A nehezebb utat választja, mert lecsukják majd nagyon-nagyon hosszú időre. Őrmester! Jó reggelt, Cain. Hadd raboljam el egy kicsit. De tényleg semmit nem tudok erről. Bennem is bennem van az ördög, Cain. De én elfogadtam a gyengeségemet. Megtanultam, hogy jóra fordítsam, tudja, mindig nagyon jól használtam az öklömet. A főnöke mindenkivel így bánik, aki nem törik meg és adja meg magát. Ó, neki nem kell tudnia erről. Mi meg nem fogjuk elárulni neki. Nem igaz. Nem érdekel, hogy vén ember. De ha még egyszer hozzám nyúl, porrá fogom zúzni. És hogy fogja csinálni? Hátra bilincselt kézzel. Te kis macsok!
Nézd meg, mit műveltél! Bejöttél és összemocskoltad a szép kihallgató szobámat! Tudod, mit csinálunk a macskával, ha a szőnyegre pisál? Beletörgöljük a szaros kis orrukat! Már nincs akkor a pofád, igaz, kisfiam? Még nincs vége, Káin! Nyissátok ki az ajtót, miért van ez bezárva? Elérkezett az idő. Bez, nyisd ki az ajtót. Csak semmi ostobaság. Mi lesz? Mi folyik itt? Miért van ez bezárva? Uraim, fáradjanak be. Nem kell félni. Érezzétek otthon magatokat. Bez! Most zárd be azt a kurva ajtót, nem mehet sehová. Mi lesz? Nem lehet igaz. Na hát, öcskös. Jó, hogy idekint vagy. És eljöttél, hogy segítséget kér tőlem. A bátyád vagyok, erre való a család. Vissza! Vissza! Azt hiszed, hogy ezt beveszem, mi? Fegyvert, mobilokat kitenni a bárpultra. Mindenkire vonatkozik, gyerünk! Ki a bárpultra? Le a gatyát és fel a pulcsit. Baszd meg, nem a börtönben vagyunk, és a köcsögeid meg végképpen. Már pedig megteszed. Rajta! Most boldog vagy? Most még nem. Csatlakozzatok a többiekhez. Bez, hozz nekünk egy-egy jó nagy korsóval. Kérlek! Miért nem fogod inkább az én fejemhez a fegyvert? Kussolj! Már nem te vagy itt, aki parancsol, hanem én. Talán ezek a majmok még mindig a te tenyeredből lesznek, de én tudom, hogy ki vagy. A bőgő masina, akit lepisáltam a fa tetejéről, emlékszel? Hát most megint felmásztam a fára. Igen, emlékszem rá. Mégpedig kurvára élénken. És arra is, hogyan vertem ki belőled a szart is miatta. Az akkor volt. Most ez van. Hét év egy korsó sör nélkül. Most fogócskázunk. Ő jól van? Csak elájult. Nagy fájdalmai voltak. Most már nyilván sokkal jobban van. Már halott. Baszd meg! Ez eszméletlen, baszki! Ez valami embertelen! A beteg öcséd rúgót is kinyírta. Mit csinált? Igen, engem is meg akart ölni. Aztán idejön és ledobja rúg kezét a kurva asztalra! Káin, elment az eszed. Neked teljesen elment az eszed. Felfogtad, hogy mit tettél? Pontosan tudom, mit tettem. El is árulom, miért. Az elmúlt hét évben. Folyamatosan körbevett az erőszak. A nap 24 órájában. Úgyhogy sosem tudtam, honnan jön majd, vagy ki lesz az. Leszúrtak, vagy fél tucatszor. Összetörtek a csontjaim, szakadtak az inaim. Embereket öltem, Lincoln. A puszta kezemmel. A börtön jót tett neked, öcskös. Igen? Láttad a sebb helyem? Vagy esetleg ezt, he? Tudod, hogy ez mi? Tudod, hogy hívják ezt? Az a neve, hogy napalm sebb hely. És mit szólsz a fogamhoz? Tudtad te, hogy én szépeket akartam fehér porcelánból? De a börtönorvos ezeket a kurva amalgám fogakat adta, mert nem tetszett neki a pofám. Hát nézd csak meg, hogyan viselkedsz most is. Picsába, hagyd már ezt abba! Nézd meg magad, nem vagy normális. A börtön pszichopata gyilkos csinált belőled. Nem a börtön, hanem kurvára te! Amikor 20 000 fontos árcédulát akasztottál rám egy rablókkal és gyilkosokkal teli börtönben, ahol már egy csomag cigiért kicsinálnak. Te voltál! Mi a faszt vártál? Amikor spicliskedni kezdtél? Hogy majd hátradőlve várjuk, hogy elásol minket? Soha nem mondtam senkinek egy kibaszott szót sem. Elfelejtett, hogy van a zsaruknál egy emberünk, aki rajtad tartotta a szemét. Ó, Istenem! Te szerencsétlen fasz! Evans csak hülyét csinált belőled, te lúzer! Teletömte a fejed kamuval, mert tudta, hogy elég ostoba vagy, hogy bevedd! Jobban bíztál egy mocskos zsaruban, mint a saját véredben!
Soha egy szót sem mondtam, egy hangot sem! Te most tényleg idejössz, és azt akarod, hogy higgyem el, hogy Evans vert át? Igen, ő vert át téged. A főnöke mindent elmondott. Tudtad, hogy amikor Evans lebukott, ki is dobta őt? Miért nem hívjuk fel Evans barátodat, és hívjuk ide? He? Hívjuk csak el, és kérdezzük meg, van-e valami mondani valója? Add a mobilomat. Nem nagyon hiszem, hogy fel tudnál venni. Végeztél már? Igen, kész a hangpróba is. Ismerlek, öcsi? Már találkoztunk. Akkoriban őrmester voltál. Mi történt? Talán kirúgtak. Káin! Baszki! Ez te vagy, Káin? Jó régen volt. Johnny! Magunkra hagynál egy percet? Jó, rendben. Na szóval, Káin, mi van? Úgy gondolom, hogy leléptél a börtönből. Felkutattál ezen a helyen, hogy bosszút állj a zsarún, aki elkapott téged. Nem kaptál el, hanem eladtál. Azt mondtad a bátyámnak, hogy beköptem, ha? Úgy látszik, a hős egzsarú önvédelem. Ől most megöl egy szökött elítéltet. Ezt élvezni fogom. Igen. Azt mondtam, hogy csúnyán beköptette faszopó. És ezért most ki is nyírlak. Látom, elég kellemetlen helyzetben vagyunk. Ezek szerint az egész hétvégét a szaros kis bosszútra áldozod. Elment az eszed, Káin. Nekem is nagyon sok gondom volt most egész héten. A nehéz heted volt, tényleg? Te szegény. Én anyáról beszéltem. Voltál megnézni? Igen, voltam. Fehér lepedő volt rajta. Hogyha 20 perccel előbb érek oda. Belenézhettem volna a szemébe. Fogtam volna a kezét. Megöleltem volna. Tudod, mit csináltak az őrök? Még megálltak inni egy vaníliás kávét.
Hát te hol a faszban voltál? Dolgom volt, valami, amit el kellett intéznem. Ó, valami elintézni való, mi fontosabb a haldokló anyám? Jó, csak ne hibáztass ezért, kérlek. Te magára hagytad. De hogy hagytam? Szerinted kifizette az orvosokat? Vagy ki intézett el mindent, hogy bekerüljön abba a kurva kórházba? Tudod te, mennyire összetörte a szívét az, hogy börtönbe kerültél? Miattad? Mert te voltál, aki oda juttatott. Te voltál az, akit elkaptak. Vállaltad a kockázatot. Nem kényszerítettük? Te rángattál bele. Te lögtél a busz alá. Nem. Nem, 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 nem. Mrs. Liddell-t lögték a kibaszott busz alá. Te voltál. Hallgass ide. Tudom, hogy nem volt jó neked. És azt is, hogy évekig nem segítettem, de pontot tehetsz a végére. Most azonnal kiszállhatsz. Már nem maradt senkid. Anya meghalt. Mindent újra kezdhetsz, szabad vagy. És a többiek? Kicsodánk? Albert Mitchell, Pete Singlehurst, James Webb, Eric Godley, Miriam Silverman, Mabel Liddell és a többiek, akiknek az életét tönkretetted. Ez az agyament fejből tudja a neveket. Figyelj, őszinte leszek veled. Számomra mindez csak egy újabb nap volt az irodában, semmit sem jelentettek. Csak egy rakás lúzer, aki ki akarta húzni magát az adósságaiból, amit a heroinnak, a gyógyszernek, meg az ilyen szarságoknak köszönhettek. Azért dolgoztunk, hogy előteremtsük azt a rengeteg pénzt azoknak, akiknek nem volt, hogy mégis emelt fővel járhassanak. Úgyhogy foghatod a szentimentális szarságaidat, és feldughatod egyenesen! Te is akarsz egyet? Ha? Na, üdebb figyelj! Rook és Chaz miatt még megbocsátottam volna neked. De amit most tettél, te pecs! Amit most tettél, bazd meg! Azért még a szart is kiverem belőled, te fasz! Ezt most jól elbasztad. Ebből már sehogyan sem fogsz kimászni. Talán nem is akarok kimászni. Felismered ezt? Fel kéne. Hiányozni fog a könyvelődnek. Keres valakit? Ilyen szép a házad, Stokes. Illik is hozzád. Ismerjük egymást? Ja, nem, már nem emlékszel egy régi barátra. Bazd meg, Cain. Mi történt veled? Ó, a francba jó illata van. Nem olyan eszem egy kicsit belőle. Ha? Még lenne vagy 10 évet bent. Gondolom, nem engedték el neked. Szóval jó dolgod van itt, haver, mi? Tudod, feleség, gyerek, kicsi házi nyuszi. Mint tudják, hogy mit csinálsz? Hogy teszel tönkre életeket a bátyámmal? Nem tudtam, hogy ilyen erőszakos vagy. Ülj le. És mit akarsz? Látni a könyvelést. Az nem fog menni, Cain. Tudtál róla, hogy a bátyám meg akar gyilkoltatni odabent? Cain, tudod, hogy nem volt közöm hozzá? Hiszek neked. De el akarom kapni Lincoln Stokes.
Úgyhogy jobb, ha megmutatod nekem a könyvelést. Akkor foghatod a családodat, összepakolhatsz, és elmehetsz innen a picsába. Ha megígérem, hogy elmegyünk, akkor békén hagysz. A szavamat adom. Mennyi van most a számláján? 300 ezer ezen a számlán, meg egy csomó offshore bankokban. Összesen olyan 2 millió font körül lehet. No, akkor hagyj rajta 1500-öt. A többit utald el. Hova? Ó, hát ez... ez vicces lesz. Oké. Stokes csak egy piti csaló volt, egy gerinctelen senki. Nem tartott neki sokáig, hogy a saját seggét ments. Ez baromság, csak hazudozol. Gondolod? Egy fénykép a számládról. Látod? 1500 font. 2 200 000 dollárban, euróban, fontban, mind elúszott. Hagytam rajta 1500-öt, amennyibe pár porcelán fog kerül. A többit sose látod. Látom, alig várod, hogy még ma kinyírasd magad, ugye, Szívi? Remélem megérte a bosszú hadjáratot. Ugye te is hallottad, Lincoln, a kult szó, bosszú. Amit az elmúlt 2 napban tettem, te vagy az okozója. És amit ártatlan családokkal tettél, visszaszár rád. Amikor meghalsz, a listád eltűnik. Nincs több adósság. És mind a 147 család megszabadul. A nevüket egytől egyik megjegyeztem. Ismételgettem. Időről időre a bíróságon. Valahányszor csak hallottam őket. Tudtam, hogy már késő, hogy segítsek nekik, de talán most sikerül. És reméltem, hogy egyszer szemtől szemben állhatok a bátyámmal. Még egyszer utoljára. És mióta kitűztem ezt a célt, azóta nem érzek sem félelmet, sem fájdalmat, mert mindez értelmet nyert. Most van ez a pillanat. Nézze, tudom, hogy a bátyja művelte ezt magával. Szóval, miért akarja még mindig védeni? Nyomja már föl, Cain. Mi a fenére vár még? Ki fogják nyírni ide bent, ugye tudja? Sok szerencsét. Rendben. Egy feltétellel. Anyám kórházban van. Már nincs sok neki hátra. Szeretném látni őt. Ha elenged hozzá, én elmondom, amit tudni akar. Jézusom, ez olyan, mint a szarbe ez. Mert a tiédbe a tegnapi maradékot tettem. Ha? Ideje már befejezni, nem? Szerintem van elképzelésed, hogy fog végződni. Igen, van elképzelésem. Az jó. A többiek leléphetnek, ha akarnak. Egyedül te nem mehetsz innen sehová. Na, mit szóltok hozzá? Ki akar elmenni? Elég ebből a szarságból! Nem megyünk sehova. Nem is tudom. Én amúgy szívesen lelépnék már, ha nektek nem baj. Jobb, ha kussolsz, Stu. Jó, igen. Bocs, Lincoln. Senki sem megy sehova. Ma éjjel meg fogsz halni, Cain. Abban csak 2 töltény van. Mi 10 vagyunk. Nekem csak egy kell, hogy szétlőjem a kurva fejed. Igen, talán.
De miután lelőttél, az embereim rád ugranak és apró darabokra szedik a fasz fejedet. Na és mire jutottál ma este? Nézd meg! Majd én megmondom. Elbasztad! Az egészet elbasztad! Csőtömeg vagy! És csak azért nem fogsz erre emlékezni, mert csőtömeg vagy. Nekem megfelel, ha nem fogok emlékezni. Úgyhogy nyugodtan befejezhetjük. Tudtad, hogy 1 millió ideg van az emberi testben? És te, mint az öcsikém, a kibaszott öcsém, te mindig, amióta csak a világra jöttél, az összes szájba baszott idegemet agyon tapostad. Csak! Ez semmi a kibaszott belmáshoz képest! Gyertek! Ah!
Egészségünkre. Kibaszott jó. Basszaj. Már csak egy pár van meg. Hadd kérdezzek valamit. Megérte neked? Megérte azért a néhány szánalmas, kibaszott szaros apróért? Ezt akartad? Nem, ez még nem az. Véged van. Vége a játéknak. Elvettem mindened. Ezt itt, meg amiért dolgoztál. Annak vége, ahogy neked is. Most elégedett vagy? Igen, ez most jó. Igen. Akkor hadd mondjak valamit. Bármilyen örömet okozzon is ez az egész neked, nem fog túl sokáig tartani. Mert én mindig megúszom. Te is tudod. Előbb válaszolj valamire. Miért csináltad? Miattad? Csak miattad? Mert spicli voltál vagy sem, így már nem tiszteltek. És ismersz, öcsi, azt én sosem tűrném el. Úgyhogy kettünk között volt, ami volt. Látod, mi történik, ha mással végezteted el a piszkos munkát? Elfelejted ellenőrizni, hogy megvan-e töltve. Két lövés, két töltény. És mindkettőt kilőttem, te ostoba fasz! Mozgalmas egy este, mi? Bocs a Rumléért. Keresd ki a legnyomorultabb bankszámlákat. Lesz az vagy 147 számla is. Akkor oszd el a bátyám pénzét 147-tel.
és utald át nekik azt az összeget. Szét akarod osztani? Bolond vagy? Nem, nem vagyok bolond. Tisztábbak a gondolataim, mint sok évvel ezelőtt. Nem sok. 15 000 körül fejenként. De van, akinek ez rengeteg. A küldeményemért jöttem, Mr. Patel. Tessék. És elég az újrakezdéshez. És talán... talán elég lélegzethez jutni. Most beszéltem Albert Mitchell unokaöccsével. Újabb kakukra szakadt rá a bank. Igen. Értem. Ez már a 12. Oda Viktor Léci. Nagyszerű. Igen, rendben. Jó. Lucky this didn't go to the Crown Court, but as no one apparently saw anything and the cameras were obscured, all I have is a dead inmate, and you had his blood on your clothes.
I was trying to give him first aid. He had a shank so far into the back of his head, it was sticking out of his mouth. What exactly were you trying to do for him? I'm adding an additional year to your sentence for being a part of the altercation. That is the maximum punishment I'm authorized to set. Likewise, 6 months segregation. And cut.